A mai napon felső átadták felső tárkányban a Széchenyi István hídat. Több mint 70 milliós támogatást nyert rá az önkormányzat egy 2011-ben beadott pályázaton. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő elmondta, felső tárkányban minden tényező adott a település fejlődéséhez. Az elmúlt években mindig örömmel fogadom el a meghívást ide felsőtárkányba, mert itt mindig történik valami, és ennek a receptje az az, hogy legyenek helyben tetrekész polgárok és jó ötletek, vegyenek egy jó polgármestert, ez Juhász Attila személyében adott. A főutat és az Ady Endre utcát összekötő hidat már nagyon várták a környéken lakók. Sokkal másabb a forgalom, sokkal másabb a közelség a másik utcába, gyorsabban átjutnak. Úgyhogy jó, nagyon. Az érintett település részen sokan laknak, és a helyi óvoda is erre található, így többek útvonalát rövidíti le az elkészült híd. Ez a legnagyobb önálló település része Felső Tárkánynak. Itt több mint 500 ember él, több mint 250 háztartás van, és itt van az új óvodánk is. A régi település szerkezet legszűkebb utcáján lehetett megközelíteni ezt a településrészt, most pedig ezen a két sávos nagy teherbírású hídon közelíthetik meg a lakók, illetve azok az emberek, akiknek dolguk van itt a környéken. A felsőtárkányi Big Band műsora után a hidat ovisok vették birtokba először, biciklivel gurultak át a főútról az Ady Endre utca felé. A Rozmaring népdalkör énekelt, míg valamennyien átsétáltak a hídon.